Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2015. október 12-én hétfőn. Nagyszabású szakmai módszertani konferenciát tartottak testnevelők számára Csongrádon. A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők tapasztalatot cseréljenek a munkájukat meghatározó változásokról, tudnivalókról. Mindig van egy fejlődési trend, akkor néhány 6-8 tagszervezet volt. A rangos konferencia a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, az önkormányzat, valamint a Batsány János gimnázium szervezésében jött létre. A tanácskozás mellett a testnevelők megismerkedhettek azzal, hogy a helyi pedagógusok milyen környezetben, illetve milyen feltételekkel végzik munkájukat. A konferenciának az volt a neve, hogy minden, ami Csongrád, minden, ami testnevelés és sport. Én úgy érzem, hogy sikerült egy olyan program sorozatot összeállítani, amiben tényleg megmutattuk azt, hogy Csongrádon milyen lehetőségek vannak a sportolásra, illetve sikerült olyan jó gyakorlatokat bemutatni testnevelő kollégáknak Csongrádról és a környékről, amelyek mindenképpen példaértékűek lehetnek más testnevelő tanárok előtt is. Hátrafelé vezük, jó? Hátrafelé. Hátul tesszük bele. Arra büszkék vagyunk, hogy mi a Batsány János gimnáziumban rendelkezünk azon lehetőségekkel, feltételekkel, amely a törvényi kötelezettségből adódóan feladatul áll nekünk. Testnevelő kollégáimmal igyekszünk mindig úgy megszervezni a tanév mindennapos testnevelését, hogy az a lehetőség adott legyen minden diáknak, adott sportágban tölthesse el úgymond azt a plusz 2 óráját, és az érdeklődésének megfelelő sportágat válasszon. A Batsány János gimnázium tavasszal vette fel a kapcsolatot a Testnevelő Tanárok Egyesületével. A konferencia lebonyolításával elégedett volt a szervezet. Úgy értékelték azokban az anonim kérdőívekben is a résztvevő kollégák, hogy mindenképpen pozitív visszajelzést kaptunk erről, érdemes ezzel foglalkozni. És hanem többen jelezték például vidékiek, akik eddig mind úgymond hegyekben gondolkodtak akár egy osztálykirándulás vagy nyári táborozást illetően, hogy óriási lehetőségek vannak itt Csongrádon, akár a öko- és sportturizmus terén. Rendelkezünk azzal az infrastruktúrával, hogy ne csak egy fél órára érkezzenek ide a városba, hanem akár egy hetet is tartalmasan el tudnak tölteni gyerekek. Ennél mindegy a tárgyasztal a nulla szintre, ugye várjuk, változatokat ez az alapszabály, és akkor kiveszünk fogadósan ezt a medzetet, és akkor tegyük a vét. Helyi testnevelőkkel beszélgetve azt láttuk, hogy tehát valami elindult. Mindenképpen biztatnak és biztatást kapott ez a fajta kezdeményezés is, hiszen mindig van és akad olyan téma, amely bennünket, testnevelőket is foglalkoztat. Itt még amellett, hogy kizárólag sportszakmai és testneveléssel kapcsolatos dolgokról beszélgettünk, osztottuk meg egymással az információt. Manapság a pedagógus életpálya modellel mind a minősítés, mind a szaktanácsadás, illetve a tanfelügyelet az, ami nagyon foglalkoztatta és érdekelte a kollégákat. Itt mondhatom azt, hogy egy kicsi időcsúszás is jelentkezett, hiszen rengeteg kérdés merült fel, ami a testnevelés tantárgyat is érinti. Azt látjuk, hogy erre szükség van, és ha első alkalommal is, de mindenképpen érdemes volt megrendezni. Mi gimnáziumi tanárok egy picit azért el vagyunk kényeztetve, hiszen hozzánk tényleg a tehetséges és jó tanulmányi eredményekkel rendelkező diákok járnak, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk ők a sportot elhanyagolják, sőt, aktívan sportolnak többségüket illetően. Azok, akik nem rendszeresen sportolnak, esetleg egyesületi keretek között sportolnak, azoknak lehetőségük van az intézményünkben úgynevezett mindennapos testnevelés órákon teljesíteni ezt. Azt látom, hogy
az 5-től 12. osztályos tanulókig nagyon sokan, nagyon sokféle sporttal foglalkoznak. Nem szeretnék úgymond egyet sem kiemelni, hiszen mindenki a maga módján a legmagasabb szinten űzi ezt, de jelenleg például az Európa-bajnokságra készülnek több tanulónk is a Fitness Sport Egyesülettel közösen. A gimnázium jövőre szeretné ismét megrendezni a szakmai konferenciát, amelyen szintén a testnevelőket érintő aktuális témákat helyezni előtérbe az iskola. A Világűr titkai címmel nyílt kiállítás a Csemegi Károly könyvtárban. Az érdeklődők látványos asztrofotókat tekinthetnek meg az intézményben. A megnyitó ünnepséget Csák László hangász rendhagyó zenei előadása tette teljessé. A világűr sokak számára megfejtetetlen világ, ezek a fotók azonban bárki érdeklődését felkeltetik, testközelbe hozva a csillagokat, a galaxisokat. A tárlat Bagi László, Bas Zoltán és Klacsány Imre képein keresztül ad bepillantást ebbe a titokzatos világba. Valahol messze kint a galaxis nyugati spirálkarjának soha fel nem térképezett. Isten háta mögötti zugában található egy sehol sem jegyzett sárga nap, durván olyan 90 millió mérföldre kering tőle egy tökéletesen jelentéktelen, kékezöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a balcórát még mindig koppás dolognak tartja. Hát ezek lennénk mi legalábbis Douglas Adams szkifíró szavaival, akitől még néhány gondolatot idézzek, mert hogy próbáltam valahol megfogni azt a dolgot, hogy honnan lehet ezt nézni, hiszen a világűrrel a legnagyobb probléma talán az, hogy nagy. Mégpedig, hogy nagyon nagy. Tehát nem nagyon tudjuk mihez mérni. Márpedig az ember mindig mér valamihez, és hát Protagorasz, ő egy görög gondolkodó volt, és azt mondta, hogy minden dolog mértéke az ember, tehát valahol a világűrnek is a mértéke az ember kell, hogy legyen. Tehát mi az univerzumot is csak valójában a saját nézőpontunkból tudjuk nézni, hát máshonnan nagyon nem is, hiszen hát fölnézünk az égre, és mi azt látjuk, ami innen látszik. Természetesen egy másik bolygóról teljesen másként is látszana mindez. És ebben mi valljuk be, hogy picik vagyunk. Néhány évvel ezelőtt még nem állt rendelkezésre olyan technológia, amely az amatőr fotósok számára jelentősen megkönnyítette volna a jó minőségű fényképek készítését. A digitális technika azonban szinte korlátlan lehetőségeket biztosít. A fényképek készítéséhez használt asztrográfok, ezek a távcsövek, amikre a fényképezőgépet felhelyezzük, ugye nagy fényerejű, rövid fókusz, úgynevezett fényerős távcsövek, melyek kis hőtágulású, könnyű, szénszálas kompozit szerkezetűek jellemzően. Tekintsünk az expozíciós időkre, és feltűnhet, hogy mindez sok száz másodperc, ami akár egyetlen éjszakába bele sem fér. Ugye magunk elé képzeljük a fotós fotóz, exponál, majd vár hosszú perceket, a kijelzőn ezek után haloványan kirajzolódik egy objektum, majd újra és újra kattint. Látható, hogy a képek több napig, több helyszínen is készültek. És ezután jön a varázslat. A művész leül a gép elé, számítógép elé, összegzi ezeket. Színes világ távol fel előtte, és most már önök előtt is. Játszunk el a gondolattal, ha ezeket a képeket mondjuk Galilei is láthatta volna. Jó magam is próbálkoztam már asztrofotó készítésével, és kinek gondolt volna már arra, hogy akár csak egy mobiltelefonnal is, de lefényképezem mondjuk a holdat. Talán meg is tette. Ez is egy asztrofotónak tekinthető valahol, azonban az itt kiállított képek talán inkább mély égfotóknak nevezném. Magyar asztrofotósaink a világ élmezőnyébe tartoznak, számos versenyről hozzák el hazánk képviselői a legelőkelőbb díjakat, sőt a legnagyobb távcsőgyártó éves naptárán is több magyar név szerepel a képek alján. Thank you.
A Világűr titkai című kiállítás november 15-ig várja a nagy közönséget. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Ezzel a címmel tartottak irodalmi estet a Csemegi Károly könyvtárban. Reményik Sándor műveit Erdélyi Márta versmondó tolmácsolásában hallhatták az érdeklődők. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidérc fénnyel álmodik a láb, és örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven. 125 éve született Reményik Sándor ebből az alkalomból kapott meghívást az előadó művésze a Csemegi Károly könyvtártól. Az ő első versét még gyerekkoromban anyukám tanította velem, és én arra törekedtem most ebben az összeállításban, hogy mivel példaértékű számomra Reményik Sándornak a hite és a hazaszeretete, ezért istenes és hazafias versek hangzanak el, és zsoltáros énekek fogják a verseket összekapcsolni. Ki most tudám minden bűneimből, ki most tudám minden bűneimből. Én kimennék ajtó melejébe, s én kimennék ajtó melejébe. Erdélyi Márta gyermekkora óta kedveli a verseket, ez adott számára inspirációt ahhoz, hogy nagy közönséggel élépjen. Óvonőképző főiskolát végeztem, könyvtárosi diplomám is van, de pályát módosítottam, és dolgoztam a Csokonai Színházban, a Déri Múzeumban, és eljutottam tulajdonképpen, hát nagyon kevés ideje, de nyugdíjas vagyok, és én azt gondoltam, hogy ezt a szép dolgot, hogy én már hosszú évek óta műsorokat készítek, Sinka Istvántól, Pilinszkén, Márain keresztül sorolhatnám, nem szabad abba hagyni, mert Reményik Sándor költészete is olyan, hogy az ifjú generációnak is meg kell ismerni, mert a versei lelki kapaszkodót tudnak adni az embereknek. Most Lomnitz ormán rakjunk nagy tüzet, Versailles lobogjon az üzenet, hogy megrobbant bár karunk ereje, nem nyugszunk bele, nem nyugszunk be. Az előadó művész jelenleg a Debreceni Déri Múzeum baráti körének Líra művészeti csoportját vezeti. Ez a közösség rendszeresen ad elő irodalmi műsorokat, hogy a költészet minél több emberhez eljusson. Benne vagyunk a Lekvárban címmel, házi lekvárok és lekváros sütemények versenyét rendezték meg, szintén a Csemegi Károly könyvtár olvasótermében. 27 lekvár és 7 sütemény versengett az első díjért. A zsűri az ízek harmóniája, a gyümölcs karakterének érvényesülése alapján döntött. Csendben kóstolgat mindenki, élvezi az ízeket az első csongrádi lekvárversenyen. Hát így valahol szeptember elején leültünk gondolkodni, hogy kellene valami témát találni erre a hétre, hiszen az októberi könyvtári napok, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy valami közös szervező elv mentén több programot is létrehozzunk. És hát ugye az ősz azért sok mindennel együtt jár, de mindenképpen valami gasztronómiai dolgot szerettünk volna megragadni ebből, és olyat, amit azért mostanában legalábbis úgy nem igazán volt téma a városban, és innen jött tulajdonképpen a lekvár. És hát ha már lekvár, akkor ne csak a lekvár, hanem a lekvárból készült sütemény is legyen a középpontban, ez volt a terv. Azt azért nem mondom, hogy azért biztosak voltunk benne tényleg, hogy ilyen szép számmal érkeznek lekvárok és sütemények, de nagyon örülünk neki. Úgy látjuk, hogy ez egy nagyon, nagyon pozitív versengés alakult ki. Igazából versengés nem lehetett tapasztalni, viszont az mindenképpen, hogy itt 16:30, amikor megérkezettek a kóstolók, egy nagyon, nagyon átszellemült
kóstolás vette kezdetét, ahol mindenki nagyon aprólékosan végigjárta ezt a, hát azt hiszem 27 lekvárt és egy 7 süteményt. Úgyhogy nem csak mi vettük ezt komolyan, hanem azt láttam, hogy mindenki, aki ebbe beletett valamit. Nem csak az alkotók jöttek el egymás versenyműveit megkóstolni, hanem sok pártatlan bíráló is érkezett, akik szavazatukkal a közönségdíjat ítélték oda. A szakmai zsűrit is nehéz feladat elé állították az ízek, ezért arról kíváncsiskodtunk, milyen szempontokat vettek figyelembe. Mennyire hasonlít a maga a gyümölcsre, ami benne van, és mennyire van elkészítve. Én azt néztem, hogy milyen sűrű, illetve milyen állagú, milyen íze, illata van. A süteményeknél mennyire fontos szempont volt az, hogy mennyire érződik benne a lekvár? Fontos volt, de maga az, hogy maga az íze, hogy milyen harmóniában volt a legjobb, az kellett eltalálni, illetve nekem azt tetszett, amelyik éreztem, hogy jó. Török Éva családi biogazdaságának egyik alappillére a lekvárkészítés. Én igazából az ízeket, még az állag sem számít szerintem. Én kimondottan az ízeket néztem benne, és nekem tényleg a legesleg finomabb. Persze mindegyik nagyon finom volt, tehát nehéz volt nagyon a választás. Tényleg ez a bodzás cseresznyelekvár, ez egy nagyon eltalált, nagyon kevés cukorral elkészített, és pedig az állag az lágyabb is volt, tehát lekvár így úgy. De az egy nagyon finom, mindegyik nagyon finom volt. Tehát a maga nemében tényleg egytől egyig a csipkebogyó lekvár, a körték, a szilva, a megyet viszont hiányoltuk. Nem volt megy lekvár, pedig abból is nagyon szépeket lehet készíteni. Mennyire volt nehéz a sütemények közül dönteni? Tehát mennyire érvényesült bennük a lekvár? Érvényesült mindegyikben. Talán a csokis szilvalekváros süteményben a legjobban, a kalácsban is nagyon-nagyon finom volt, nekem ebben a kettőben volt, ja, és a lepényben is. Végülis mindegyikben, de ez is megint olyan, hogy kinek mi ízlik igazán, vagy mi az, ami úgy eltalálta a kedvét. Nehéz volt dönteni? Nem volt egyszerű dönteni, mert többször is kóstolni kellett. Kiválasztottam én is olyan szisztémát, hogy hogyan, de többször végig kellett kóstolni, mert nem volt könnyű dönteni, tényleg. Igazán profi módon szerintem nem lehet úgy kóstolni, hanem az ember neki fog, és akkor először mindet végig. Aztán rájön, hogy nem lehet habzsolni, és újra végig, és mindig egy csomó ásványvizet meg kell inni hozzá. Komolyra fordítva a szót, mindegyik lekvár nagyon finom volt, tehát nagyon nehéz ezt elkülöníteni, hogy ez egy nüansznyival jobb, mint a többi. Volt igazán favorit, ami úgy igazán megfogta? Igen, hát a nyertes lekvár, az mindenképpen, meg a kajszi barack. Nekem a sárga barack egyébként is az egyik kedvenc ízem, ennek teljesen visszajött a természetes, igazi kajszi barack íze, nem fűzték el. A süteményeknél mik voltak a legfontosabb szempontok, mi alapján állította föl a sorrendet? Hát házi süteményekről beszélünk, tehát ezek egyszerűbb kivitelű sütemények, de ugyanakkor ez előnyt is jelentett. Itt is nagyon nehéz volt meghozni, hogy melyik íz lett jobban. Aztán szinte majdnem becsukott szemmel az egyikre rábögtem, mert nem igazán tudtam köztük különbséget tenni, mind nagyon finom volt. Már csak az a kérdés, hogy ki nyerte a lekvár kategória első helyezett díját. Ezt pedig hamarosan megtudjuk, mert hogy ez egy cseresznye lekvár bodzával, Gajda Lajosné. A zsűrinél mindkét kategóriában az első helyezést ugyanaz az alkotó kapta. Gajda Lajosné cseresznyelekvárját és napraforgó kalácsát találták a legjobbnak, a díjat egy ismerőse vette át. A közönség egy különlegességet, a narancsos töklekvárt ítélt a legfinomabbnak, melyet Rózsa Völgyiné Németh Zsuzsanna készített. A sütemények közül pedig az önkéntes kóstolók szerint Csernus Imréné szilvalekváros kakaós kockája volt a legjobb. Tökpartit tartottak a főutcai Platánfa óvodában. 13 éves hagyományra tekint vissza ez az őszindító program, ahol a szülők és gyerekek közösen kézműveskedhettek, egészséges ételeket kóstolhattak. A rendezvényt az óvodában tematikus hét előzte meg, a gyerekek tökkel kapcsolatos meséket, dalokat tanultak. Cinni, cinni, kis segé, minden lyukba belefér, belefér, belefér.
Így indították az idei tökpartit a főutcai platánfa óviban. Az ősz egyik jellegzetes növénye határozta meg a napot, de az egész hetet is. 13. tökpartinkat szerveztük a mai napra, itt a főutcai platánfa óvodában. Hát azzal a nem titkolt céllal, hogy egy őszi-ősz indító, közös szülős, gyerekes kis délutánt tudjunk itt létrehozni a mi óvodánkban. Ismerkedés céljából is, de nem titkolt célja ennek a mai napnak az, hogy a 13. évre visszanyúló hagyományunkat őrizzük és tovább vigyük, tovább folytassuk, és ez mellett még az egészséges életmódot is próbáljuk ezen a napon propagálni, egészséges ételekkel, különféle őszi gyümölcsökkel, sőt még a védőnéni is besegít egy kis vérnyomásmérés, vércukorméréssel, tehát így egy kicsit az egészséges életmód köré is igyekszünk csoportosítani ezt a kis hagyományőrző napot. Mi egy témahéttel készültünk, amihez egy projekt kapcsolódott, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden nevelési területünket áthatotta most ez a tökös készülődés. Olyan verset, olyan mesét, olyan kis dalocskákat, versikéket próbáltunk összeszedni, ami ez köré a téma, köré a téma köré csoportosítható. Igyekeztünk fölvonultatni az eddig kialakult repertoárt, bár egy kicsit újítottunk is. Eddig nem nagyon szerepeltek így a gyerekek, ezt a kis vásárosztást ezt nemrég találtuk ki a kolléganőmmel, jobban mondva inkább ő dicséri. Ez a kitaláció, és nagyon nagy örömmel készültek a gyerekek erre a kis vásárosra. Az mellett mozgósították a szülőket is, mert nagyon sok gyümölcsöt kaptunk, sok sütnivalótököt. Készültek a szülők süteménnyel, amiben sütőtök volt a legfőbb összetevő. Úgyhogy nagyon készültek, és nagyon aranyosan hozták is, és tényleg ide is érkeztek, és együtt üljük ezt a mai napot. Olyan kemény, hogy alig bírtam ezt. Meg a szemét, oké? A tökparti legtöbb résztvevőt megmozgató programrésze a tökfaragás volt. Most ebben az évben készültünk így, vagy gondoltuk így, hogy talán még nagyobb ráhangolódás lesz így, hogyha tököt sikerül beszerezni akár családból, akár piacról, akár olyan helyről, ahol ez kapható, és ebből töklámpás lesz, és megvárjuk, amíg besötétedik, ide leszoktuk rakosgatni, meggyújtjuk benne a mécses, és tényleg nagyon szép, olyan nagyon jó hangulata van ennek a kis körberakott kis töklámpásoknak itt az udvaron. A munka nehezét természetesen a szülők végezték, hiszen óvodások kezében még olyan eszköz nem való, amellyel tököt lehetne faragni, de a kicsik is szorgalmasan kivették a részüket a közös munkából. Ezzel véget ért híradónk. Észrevételeiket, ötleteiket, véleményüket várjuk a tvkukac.csongrad.hu e-mail címen. Adásainkat a Csongrád Televízió Facebook oldalán is megtekinthetik. Rövidesen a Csongrád térségében várható időjárásról hallhatnak, majd programajánlón következik. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Az időjárás jelentés támogatója a Csabi Cukrászda. Az előrejelzések szerint kedden felhőségre számíthatunk, de néha kisüt a nap is. Reggel 5, míg napközben 13 fok lesz. Szerdán újra esni fog, megélénkül a szél, zivatarok alakulhatnak ki. A reggeli 11 fok után a délutáni maximum 14 fok lesz. Csütörtökön is marad az esős idő, a hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Pénteken is marad az eső, de már néha a nap is kisüthet. Erős lesz a szél, a reggeli 14 fok után napközben 18 fokig melegszik a levegő. Az időjárás jelentést támogatta a Csabi Cukrászda. Losonczy János népi iparművész kiállítása nyílik a Bokrosi Művelődési Házban október 14-én szerdán délután 13:30-kor.
Helyi termékek gazdaságformáló erejéről hallhatnak előadást a Művelődési Központ konferencia termében október 15-én, csütörtökön 17 órától. Az asztrofotózás rejtelmeiben nyerhetnek betekintést az érdeklődők október 16-án pénteken este 7 órától a Csemegi Károly könyvtárban.